Vannak furcsa házak, amikre mikor ránézel, el sem tudnád képzelni, hogy ebben valaki valóban lakni tudjon, azonban ne ítélkezz addig, amíg nem láttad meg belülről. Ma olyan furcsa házakat mutatok be nektek, amikről el sem tudták képzelni az emberek, hogy igaziak legyenek. És maradjatok végig, mert az utolsó helyre egy olyat hagytam, ami nekem a személyes kedvencem, és szerintem, hogyha azt meglátod, azonnal le fog esni az állad. Forgóház. Új-Dél-Walesben, Ausztráliában található ez az egyedülálló ház, aminek különlegessége, hogy képes 360 fokban forogni. Egy teljes építőcsapat dolgozott a kivitelezésen, de még így is 10 év volt, mire elkészült a teljesen funkcionális és biztonságos villa. Az egész projektet az ihlette, hogy nagyon sok ingatlan befektetés éppen amiatt futcsol be végül, mert rosszul tájolták az épületet, esetleg bizonyos szobák nem kapnak elég fényt, vagy éppen megunja a tulaj a kilátást. Nos, mindezt meg lehet oldani egyetlen ötlettel, amire eddig soha senki nem gondolt, ez pedig nem más, mint az okos eszközről vezérelt forgatás. Ez a világon az egyetlen épület, ahol egész nap napsütést lehet élvezni, ugyanis végig követni tudod a napsugarait kedvenc szobádban ülve. Egy saját applikációról lehet irányítani a házat, sőt akár ütemezni is lehet előre, hogy mikor, hova forgassák a motorok a villát. A legjobb tengerparti ház. Az oszlopháznak nevezett alkotás 12 méterrel lebeg a föld fölött, illetve egészen pontosan egyetlen hosszú betonoszlop tartja helyben az épületet, amitől olyan hatása van, mintha tényleg a semmi közepén lenne. Emiatt a kilátás egyszerűen tökéletes, ráadásul még szomszédok sem zavarnak. Az otthont egyébként szállásként lehet bérelni az év bármely napjára, azonban el is kérik az árát, ugyanis egyetlen éjszaka 120 000 forintba kerül itt. Érdekesség, hogy foglalás előtt egy nyilatkozatot kell aláírnod, miszerint saját felelősségre használod a szállást, és bármi baleset vagy zuhanás esetén csak téged terhel felelősség. Ugyanebben az is szerepel, hogy nem tarthatsz partit, és nem hozhatsz magaddal gyereket, és az általuk leírt biztonsági szabályokat kötelező betartanod. Ez pedig nyilván pont azért van, mert eléggé könnyű lenne itt balesetet szenvedni, 12 métert zuhanni pedig, hát nem a legkényelmesebb dolog. Már csak az lenne még menőbb, ha a házba vezető egyetlen utat is vissza lehetne húzni, és tényleg csak egy elképesztő oszlopon álló villa lenne. Körbe végig üveg található, ezért a teljes partot belátod, és gyönyörű kilátásának köszönhetően az egyik leglátogatottabb és leghíresebb épület az egész országban. Miniház. Tudjuk jól, hogy építészmérnökök és komoly tervezők kellenek egy ház megépítéséhez, amihez célzottan kell egyetemet végezni is. Vagy mégsem? Nos, ez a 13 éves kissrác, Luke Till, egymaga építette meg kertjükben ezt a miniházat. Egy évig dolgozott a kecóján, amihez ráadásul minden építőanyagot saját erejéből szerzett meg. A szomszédok füvét nyírta, valamint autóit mosta hónapokig Luke pénzért, amíg végül összegyűlt 1300 dollár, amiből be tudta szerezni az összes anyagot hozzá. 8,2 négyzetméteres lett a kuckó, amiben csak akkor kért segítséget apjától, mikor nagyon elakadt már, vagy valamit nem ért volna el alacsony növése miatt. Található benne egy tévé, egy hűtő, mini kanapé, sőt még egy kihajtható étkezőasztal is. Láthatatlan ház. Tipikusan a filmekben a főgonosz lakik ehhez hasonló rejtélyes és titkos házakban, ami ezúttal a sivatag kellős közepén terül el. A hegyvidékes terepen ugyanis egy teljesen tükörrel borított, távolról pedig abszolút észrevehetetlen ház várja látogatóit, amely tökéletesen a környezetébe olvad, a köves, homokos területet tükrözve. Éveken keresztül tervezték, azután újabb évekbe telt a kivitelezés is, de végül megvalósult, és mikor bejelentették a nyilvánosság számára ezt a helyet, azonnal hónapokra előre menőleg lefoglalták a turisták. Majdnem egyenlő mennyiségben van benne beton és tükör, emellett üveg és vas is természetesen kiemelt helyet kapott benne. Az egyik legelőkelőbb épületnek számít, és valójában befelé bár nem lehet látni, de kifelé mindent tökéletesen láthatsz, ugyanis üvegből van végigrakva a fal, amelynek a bevonata tükrös, pont mint a rendőrségi kihallgatószobák. Misztikus ház. Alaszka erdős részének kellős közepén található egy igencsak misztikus és egyben rejtélyes ház, vagy inkább torony, nem is tudom minek lehetne ezt pontosan nevezni. Közvetlen szomszédok nincsenek, és emiatt senki nem is látta építés közben ezt a helyet, csupán arra figyeltek fel az erre túrázók, hogy évről évre egy szinttel magasabb lett a titkok tornya. De hogy pontosan miért épült, vagy ki lakik benne, arra már nincsen magyarázat. 56 méter magas ma a 15 emeletes épület, bár ki tudja
fognak-e még ráépíteni valamikor titokban? Gondolj bele, milyen menő lehet a legfelső emeleten lakni a gyönyörű kilátással, bár te egyáltalán felmernél menni oda? Ugyanis, hogyha ezt mindenféle mérnöki tudás nélkül tették össze, akkor lehet nem egy életbiztosítás. Organikus ház. Az organikus ház az egyik legkomplikáltabb és legújabb építészeti vívmány, amire az ihletet az alkotó egy földi mogyoró héjáról vette. Kettő nagy ovális tér található benne, ami 90%-ban természetes fények által van megvilágítva. Kifejezetten az a cél, hogy a természet erejét használják fel a lakhatásukhoz, azaz ne kelljen túl sok extra erőforrást használni például világításra. Található benne fürdőszoba és konyha is, valamint egy hálószoba is, amelyek az okos dizájnnak köszönhetően nem túl pazarlóak és nem szennyezik a környezetet sem. Egyszer érezheted magad folyton a szabadban és mégis biztonságban a saját otthonod melegében. Üvegház. Svédországban viszonylag hűvös tud lenni télen, ugyanis januárban például nem ritka a mínusz 10 fok sem. Azok pedig, akik ki nem állhatják a hideget, muszáj törjék a fejüket valami megoldáson. Egy fiatal házaspárnak sikerült is megoldani a hideg helyzetet azzal, hogy egy mesterséges üvegházhatást alakítottak ki otthonuk körül, ugyanis 2004-ben egy 200 négyzetméteres kiegészítővel kerítették körbe házukat. Az egyébként napelemekkel szerelt üvegház szerkezet, így egész évben kellemesen melegen tartja házukat, ráadásul a modern szóhasználat szerint is zöld, mivel megújuló energiaforrásokat használ. Bengt Warren építészmérnököt letelt először valóságos zöld házról, illetve akár üvegházról lakások tekintetében még az 1980-as évek végén, azonban ezt az egészet nem csak hogy megvalósították, de tovább is vitték Michaelék és saját kertjükben termelik meg ételüket is. A szemetet komposztálják és szinte semmiféle negatív hatást nem tesznek a földre. Gyűjtik az esővizet, amivel locsolnak, és a WC-t is használják, és az egyetlen negatívum saját elmondásuk szerint az a nyári forróság, ugyanis akkor már túl meleg van az üvegházukban. Golflabda házak. Ha valaki igazán szereti a golfot, akkor most már lehetősége van golflabda házakba is költözni akár. Hollandiában található ez a furcsa projekt, ahol több tíz azonos golflabda formájú házat húztak fel az erdő szélén csak egy órára a fővárostól. A golfvárosban nem csak házak, hanem ráadásul egy golflabda templom is van, és mindezt maga a holland állam építette egyfajta tesztgyanánt, ahol új lakhatási formákat kívántak kifejleszteni. 1968-ban indult a kezdeményezés, azóta pedig már összesen 50 betonból készült labda épült meg. Kintről kicsinek tűnnek, de valójában tökéletesen el lehet bennük férni, ugyanis hálószoba, WC, konyha, fürdőszoba és még nappali is található bennük. 54 négyzetméteresek összesen az alsó szinttel és a belső lépcsővel együtt, ahol akár két ember is el tudna érdegélni kényelmesen. Sörös dobozház. John, az amerikai férfi, imádta a sört, de ezen túl még egy igazi küldetése is volt, saját elmondása szerint. A rendszeresen sört ivó családapó ugyanis egy igazi, különleges hagyatékot akart fiainak biztosítani, ezért sosem dobta ki a sörös dobozokat, hanem inkább megmentette azokat és díszítő elemként használta fel mindet. Egyetlen része sem ment pocsékba, abszolút mindent felhasznált szobrokba, a kerítésre, kis szélmalmokra, a kémény bélelésére és meg annyi másra még. 1988-ban hunyt el a férfi, amikorra már 18 éve gyűjtötte és használta fel egyedi módon a sörös dobozokat. 39 000 doboz sört használt fel összesen, és az biztos, hogy ilyet még soha senki sem csinált. És azt hiszem jobb is, ha nem csináljuk utána, mivel ennyi sört inni már önmagában nagyon egészségtelen. Sőt, kiszámoltam is 18 évre leosztva, ez naponta 6 doboz sört jelentett. Ez lett volna hát a mai videó, mindenképpen csapjatok egy lájkot akkor, hogyha érdekesen találtátok, tetszett nektek, vagy hogy érdekel még ehhez hasonló, elvont, kicsit különlegesebb történet is a csatornán. Tényleg azt kell mondjam, vannak egészen elképesztő sztorik, illetve vannak ténylegesen olyan emberek, akiket meg is lehet érteni, és hát inkább mellette állsz ki, nem pedig a hatalmas milliárdos befektetők mellett. Na de persze írjátok meg nyugodtan kommentben, hogy ti mit gondoltok, emellett ne felejtsetek el csatlakozni a csapathoz, az iratkozzatok fel rá, nyomjátok be ezt a kis csengőt, és illetve fogjátok a következő izgalmas videókat is majd, amik közül már nem sokat érkezik is a következő, lehet rögtön holnap, vagy éppen azután, úgyhogy gyertek vissza akkor is, addig is meg további szép estét, és sziasztok!